Mindenki előrébb léphetett egyel. Magyarország a felemelkedés korszakát éli, demokratikus módon vissza tudta szerezni és meg tudta őrizni szabadságát, értékeit és cselekvő képességét, mondta Kövér László Máté Szalkán. PET-kupa. Hetedik alkalommal gyűjtik a hulladékot a PET-kalózok a Tiszán, Tivadar és Záhony között. Fejlesztés. Új eszközökhöz jutottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzati tűzoltó parancsnokságai. Az elmúlt 9 évben az emberek a maguk sorsának kovácsai lehettek, és mindenki előrébb léphetett egyel, miközben a közösség egyre erősebb és összetartóbb lett, mondta Kövér László pénteken Máté Szalkán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A házelnök szerint a politika részéről is veszélyt jelentenek mindazok a törekvések, amelyek az európai és a magyar embert el akarják szakítani szülőföldjéről, nemzetétől, vallásától, a családjától, sőt férfi és női mi voltától is. Hangsúlyozta, az áldozattá válást a magyarok nem fogják engedni, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy Európa is elkerülje a végzetét. 1969. augusztus 1-én nyilvánították másodjára is várossá Máté Szalkát, melynek 50. évfordulójára rendezett ünnepségen Hanusi Péter, a város polgármestere megemlékezett a település hosszú útjáról, amely alatt mezővárosi, megyeszékhely, majd ismét városi rangot kapott Máté Szalka, a fényvárosa. Büszkék vagyunk Máté Szalkára, a fényvárosára. A mai Magyarországon először 1888-ban New York-kal egy időben, Párizs után 2 évvel, és a főváros Budapestet 5 évvel megelőzve Máté Szalkán gyulladt ki az elektromos közvilágítás a Kossuth utcán. Ezt ünnepeljük minden esztendő utolsó augusztus hétvégén, a fényes napokon. A városnapon ünnepi beszédet mondott Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki hangsúlyozta, Máté Szalka összetartó helyi közösség, akiket a szalkai érzés tart egyben. Ez az érzés, az kiteljesedik az iskolánkra, hiszen Máté Szalka iskolaváros. Terjeszkedik az egészségügyben, hiszen Máté Szalkán van a környék egyik és a megye egyik legnagyobb kórháza. És kiterjeszkedik mindabban, amit már említettünk, az ipari centrumként, hiszen sok-sok ezer munkahelyet ad a környéknek, nem csak Máté Szalkának, tehát azt a fajta centrum szerepet is végzi, amit egy ilyen második legnagyobb városnak, 18 ezeres városnak a 21. században kell. Az országgyűlés elnöke is részt vett a várossá válás 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Beszédében elmondta, a 2010 óta eltelt években Magyarország a felemelkedés korszakát éli, demokratikus módon vissza tudta szerezni és meg tudta őrizni szabadságát, értékeit, érdekeit védendő cselekvőképességét, azaz a magyar állam demokratikus szuverenitását. A június végén a keleti országrészen pusztító vihart felidézve a házelnök arról beszélt, hogy a természeti csapás felszínre hozta a jót is, és megerősítette ennek a városnak a közösségét, akik pedig ebben részt vettek, nem fogják elfelejteni ezt az összefogást. Kövér László szerint a jövőben ugyanerre az összefogásra van szükségük a magyar és az európai embereknek a várható természet és nem természeti csapásokkal szemben, amelyeket azonban közösségi összefogással, keresztény lélekkel, józan ésszel és magyar öntudattal mindig el lehet majd hárítani. Nem a természet, hanem a politika részéről fenyegető veszélyeket jelentenek ma mindazok a törekvések, amelyek az európai és a magyar embert el akarják szakítani szülőföldjétől, nemzetétől, vallásától, családjától, sőt férfi vagy női mi voltától is. Tennék mindezt azok a érdekcsoportok, amelyek elég hatalmat és gátlástalanságot éreznek magukban ahhoz, hogy a 21. században az európai embertársaikat úgy uralják és fosszák ki, hogy azoknak nem a szülőföldjét, hanem a tudatát foglalják el. Nem természeti, hanem politikai csapás az a terv, amellyel Európát és benne Magyarországot idegen kultúrájú tömegek bevándoroltatásával akarják önazonosságától, szuverenitásától megfosztani, értékeinek és érdekeinek megvédésére képtelen állapotba taszítani. Mi magyarok nem fogjuk engedni, hogy Magyarország áldozattá váljon. Szövetségeseinkkel együtt erőnközmérten mindent meg fogunk tenni azért is, hogy Európa is elkerülje a végzetét, hogy kontinensünk a jövőben biztonságot, jólétet és méltóságot biztosító otthona maradjon minden európai embernek.
A házelnök hozzátette, hosszú és szép út áll előttünk a magyar felemelkedés útján, amely azonban sok munkát és erőfeszítést követel, melyen közösen, együttes erővel végighaladva, szabad emberként tudjuk építeni a jövőnket, a nemzetközösségünk jövőjét. Elstartolt a 7. Tiszai Petkupa mezőnye. A petkalúzók augusztus 11-ig Tivadar és Záhony között közel 80 folyamkilométeres szakaszon gyűjtik a hulladékot. A május végi árhullám után rekordmennyiségű felhalmozódott hulladékra számítanak a szervezők. A cél körülbelül 10 tonna, főként műanyag szemét begyűjtése. A közel 500 embert megmozgató flotta 17 hajóval vágott neki a távnak. A 7. Petkupa útvonalat Tivadar, Panyola, Vásárosnemény, Tisza-Adony, Tisza-Mogyorós és a végállomás pedig Záhony. Egyre népszerűbb a rendezvény, az első alkalommal csupán 4 hajó indult el 25 emberrel, hogy jó pár kilométeren keresztül műanyag hulladékot szedjen a Tiszán. Ma körülbelül 250 ember állt rajthoz Tivadaron, több mint 10 hajóval és 50 kenóval, ugyanezzel a céllal. Petkupa, tehát mi elsősorban a PET palackokra hajtunk, de mindent kiszedünk, minden műanyag, minden vacak szemetet, azokat persze külön tároljuk, és a PET palackokat rakjuk zsákba, tömörítjük, tapossuk, hogy minél több férjen. Az elmúlt 2 évben, minden évben 10 tonnát szedtünk ki, idén is szeretnénk annyit, de nem ez a cél, hanem hogy dolgozzunk, szedjük, hogyha 9 tonna lesz, azzal is megelégszünk. Évről évre több a visszatérő csapat a Petkupán. Tavaly 1,3 tonna szeméttel a Tilos Rádió csapata lett a második. Múlt évben pont az a csapat győzött le minket, amelyiknek mi is nagyon szurkoltunk, az a Tisza Joint nevű csapat, amelyik akkor, ha jól emlékszem, 14 országból ide látogató emberekből tevődött össze, és azért az olyan megható, amikor mások jönnek ide, hogy segítsenek nekünk megtisztítani az országot. A palackok zöme Ukrajnából és Romániából érkezik. Magyar palackot már csak elvétve találnak a petkalózok, hára az egyre elterjedtebb szelektív hullalékgyűjtésnek. A szemét okozta környezeti problémákkal a fiatalabb generáció is tisztában van, ezért szívesen csatlakoznak egy-egy ilyen akcióhoz. Figyelünk például a jégkását, saját pohárba kerjük szívószál nélkül, és ha itt is a kempingben látunk valami szemetet, van volt szelektív kuka, és oda elvittük. A Petkupa hivatalos pénzneme a PETEK, amelyből a legtöbbet az a csapat kapja, amelyik a legtöbb szemetet gyűjti össze. 6 év alatt 50 tonnát szedtünk össze, ez 500 000 PET palack súlyának felel meg nagyságrendiekben. Ennek ugye a legnagyobb részét visszaforgattuk, ugye, és újrahasznosításra került. Idén 80 folyamkilométert tesznek meg a petkalózok, ráadásul a május végi árhullám után is sok szemét visszamaradt. Így mind a résztvevők, mind a szervezők izgatottan várják a vasárnapi végeredményt. Új eszközökhöz jutott mind a 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő önkormányzati tűzoltó parancsnokság. Egy belügyminisztériumi pályázat keretében a kötelezően előírt tűzoltó védő eszközökre és tűzoltó technikai eszközökre, valamint a készenlétben tartott gépjármű fecskendő vagy már meglévő technikai eszköz felújítására lehetett pályázni. 6 önkormányzati tűzoltó parancsnokság működik megyénkben, Tiszavasváriban, Újfehértón, Ibrányban, Szakolyban, Vásárosnaményban és Csengerben. Közel 150 000 ember várhatja őket elsőként, ha baj van, így jelentős szerepük van a megye tűzvédelmében. Ezeket a szervezeteket segítette a belügyminisztérium által idén már második alkalommal kiírt központi eszközfejlesztési pályázat. Országosan 225 millió forint került szétosztásra. A megyebeli 6 önkormányzati tűzoltóság mindegyike pályázott, és mindegyike nyert is ezen a pályázaton, közel 22 millió forint értékben. Ez a 22 millió forint különböző eszközökre fog majd fordítódni. Technikai eszközök beszerzésére, szakfelszerelések, kiegészítő felszerelések, műszaki mentés eszközei, EDR rádió, és van olyan önkormányzati tűzoltóság, amely gépjármű fecskendőjének felújítására nyert ezen a pályázaton. A bírálóbizottság munkájában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség által delegált tagok is részt vettek.
A támogatásra vonatkozó javaslatokat az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgató hagyta jóvá. Hivatásos társaikhoz hasonlóan az önkormányzati tűzoltóknak is nagy szükségük van az ilyen fejlesztésekre. Ezek a tűzoltóságok ugyanazt a feladatot látják el, mint a hivatásos tűzoltóságok. Napi 4 fővel és 1 gépjármű fecskendővel állnak készenlétben, és adott esetben ugyanazt a tűzoltási és műszaki mentési feladatot kell, hogy ellássák ugyanazon a szakmai színvonalon, amelyek a hivatások által megkövetelt. Az ő felszereléseik, eszközeik, szakfelszerelések ugyanúgy kopnak, ugyanúgy amortizálódnak, tehát ezeket is pótolni kell, adott esetben javítani, felülvizsgáltatni és ellenőrizni kell. A mostani pályázat keretében 60 szervezet kapott támogatást, miután a kiírás feltételeit sikeresen teljesítették. A központi költségvetésben egyébként tavaly jelent meg új elemként az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztési támogatása. Áramszünet lesz augusztus 6-án és 7-én, vagyis kedden és szerdán Nyíregyházán 8 és 15 óra között a Sikló utca teljes szakaszán. A Nyírvévé faápolási csoportja a légvezetékbe érő gajak eltávolítását végzi, ezért a Városüzemeltető Kft. Kéri a Sikló utcában lakókat, hogy készüljenek fel az áramszünetre. Nyíregyházán járt az ország legrégebbi utazó cirkusza. Az Ötvös Cirkusz most is egy vadonatúj műsorszámmal érkezett a megyeszékhelyre. A közönség láthatta a cirkuszigazgató 7 és 10 éves kislányait is a porondon, valamint Európa legnagyobb lézersóját mutatta be a cirkusz. Egyszerűen nagyszerű. Ezt a címet kapta az Ötvös Cirkusz legújabb műsora, amelyet múlt hétvégén hoztak el Nyíregyházára. A műsor a tradicionális, hagyományos vonalat képviseli egy kis csavarral. A közönség 80%-a még mindig igényli az állatokat egy cirkuszban, ezért itt is az övék a főszerep. A két indiai elefánt és a lovak mellett azonban nem tigrisek és tevék, hanem kecskék és kacsák is láthatóak voltak a porondon. Idén először nyúlunk vissza az Ötvös családnak a történetének, a generációnak a gyökereihez, amikor is bemutatjuk dédnagypapám Báró Ötvös Ferenc és dédnagymamám Vinicki Johanna műlovarnő találkozását, ugyanis van egy műlovarnőnk itt a cirkusznál, és ebben a produkcióban építettük bele ezt a kis történelmi szálat, amivel egy kicsit bemutatjuk a család keletkezését. A cirkusz világa is folyamatosan fejlődik, a 21. század igényei is változnak. Az Ötvös Cirkusz, mint Magyarország legrégebbi utazó cirkusza, ennek igyekszik megfelelni, ezért a műsorban Európa legjobb lézersóját is láthatta a közönség. A 14 évesek csapatversenyével hétfőn megkezdődött Nyíregyházán a teniszezők korosztályos országos bajnoksága. A jövő hét végéig közel 100 egyesület, mintegy 350 versenyzője lép pályára a Marsó Teniszcentrumban. A 90-es évek közepén két felnőtt országos bajnokságot is rendeztek Nyíregyházán, korosztályos OB-nak pedig bő másfél évtizede adott otthont a Sóstói úti teniszcentrum. Hétfőtől két héten keresztül ismét láthatják a legjobb hazai utánpótláskorú teniszezőket az érdeklődők. A 12, 14, 16 és 18 éves korosztályban az egyéni számokban 48-as tábláról indul a verseny, míg a csapatviadalon 8-8 együttes méri összetudását. Az előzetesen várt 300-350 versenyző úgy tűnik, hogy valóban részt vesz majd a versenyen. Különösen örömteli, hogy éppen ma kezdődött 14 éves korosztályban, különösen a fiúknál óriási létszámban érkeztek nevezések, közel 70 fő az, aki pályára fog lépni, úgyhogy a 48-as táblához bizony egy komoly selejtezőt is kell rendeznünk, ami egyébként azt gondolom, hogy mutatja a magyar utánpótlás tenisz erejét is. A nyíregyházi versenyzők között vannak éremesélyes teniszezők, de nehéz ellenfeleken kell túljutniuk azoknak, akik dobogóra akarnak állni. A 14 éves korosztályban Varga Viktória jelen pillanatban 6. az országos ranglistán, így neki azt gondolom, hogy komoly esélye van arra, hogy akár dobogóra is álljon a
megmérettetésen, de hát tudjuk, hogy ez egy országos bajnokság, nagyon komoly ellenfelei lesznek, de talán a legjobb eredményt tőle várhatjuk a 14 éves korosztályban. Mellette a 14 évesek között Juhász Bence fog pályára lépni, aki most egy megnövelt edzésszámmal készül a versenyre, és azt gondolom, hogy tőle a 8 közé kerülés az egy nagyon szép eredmény lenne. Az idősebb korosztályokban a 18 éves fiúknál a Becser Dominik, Toma Henrik páros évek óta meghatározó szereplője a korosztályos teniszéletnek. Tőlük is azt gondolom, hogy ha a sorsolás kedvezően alakul, akkor egy dobogóra számíthatunk. A nyitónapon közel 70 mérkőzést játszottak, a folytatásban pedig napi mintegy 100 találkozót láthatnak a szurkolók a Marsó Teniszcentrumban. Hétfőn a konditeremben elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Blue Sharks csapata. Siska János együttese augusztus 22-én a Vasassal játssza az első edzőmeccsét, majd két napra a szlovákiai Svidbe utaznak a kosarasok. A bajnokság szeptember közepén rajtol az NB1B piros csoportjában. A hagyományokhoz híven nem a kosárlabda pályán, hanem a konditeremben tartotta a szezon első edzését a Nyíregyháza Blue Sharks. A legutóbbi keretből hiányzik a távozó Fazekas Csaba, Czura Attila, Olá Zoltán és Szondi Ákos. Egyelőre három új játékosa van a cápáknak, Szobi Dániel a TF-től, Brúgos Olivér Miskolcról érkezett, Dancsas András pedig az előző szezonban az Egyesült Államokban kosarazott. A bajnoki rajtig 6-7-es felkészülés vár a nyíregyházi csapatra. Hivatalosan a mai nap kezdtük el a felkészülést, de már a múlt héten ugye itt a képzőtáborban besegítettek a fiúk. Ma két edzésünk lesz, egy kondicionál edzés, illetve délutáni labdás edzés. Hetente három kondink van, hétfőn, szerdán és pénteken, és napi két edzéssel megyünk. Egészen augusztus végéig, ahol elkezdődnek a felkészülési mérkőzések, úgy néz ki, hogy augusztus 22-én játszunk a Vasassal Debrecenben, 23-án, 24-én pedig Szlovákia menjünk. Egyelőre ezek a biztos edzőmérkőzések. Tarnóti Zalán erőnléti edző elmondta, hogy nem csak a felkészülés kezdetén, hanem szezon közben is nagy figyelmet fordítanak a sérülések megelőzésére és a megfelelő regenerációra. Nagyon fontosnak tartom, hogy a folytonosság elvét követjük, és szerencsére nem ugyanonnan kell indulnunk, hanem évről évre egy magasabb szintről tudunk indulni, mert egész magas szinten tudtuk befejezni még fizikálisan is az előző évet. Úgyhogy a korábbi évektől eltérően egy magasabb terheléssel kezdünk már alapból, de nagyon fontosnak tartom, hogy a sérülés megelőzés most az elsődleges cél, tehát a mai edzés is, illetve a hét edzései főleg a sérülések megelőzéséről, illetve a terhelhetőség előkészítéséről szólnak. Mokánszki Máté egész nyáron az U23-as 3x3-as válogatottal készült. A játékos az elmúlt hétvégén Szolnokon a Nemzetek Ligája tornáin képviselte a magyar színeket. Két napból állt az egész torna, két különálló sorsolás, illetve különálló eredmény lett a két nap vége. A pénteki napon én voltam a kimaradó, mert egyel többen voltunk, és a Földi Sándor vezetőedző úgy döntött, hogy én kapok pihenőt. Azt a tornát szerencsére meg tudtuk nyerni, szóval mi lettünk az elsők. Ennek olyan különösebb oka, vagyis eredménye nincsen, csak hogy jobb helyezésről kezdhetjük a debreceni tornát, illetve a budapesti tornát szeptemberben. A tegnapi tornán már játszottam, de sajnos a lengyeleken az elődöntőbe kiestünk, és így ugye, mivel itt csak a döntőt játsszák le, semmiféle helyosztót, ezért a dobott pontok összesítése alapján vannak a helyezések, úgyhogy nem tudom, hogy harmadik vagy negyedikek lettünk összességében. A szövetségben elkészült az NB1B piros csoportjának sorsolása. Eszerint a nyíregyháziak szeptember 15-én az újonc Baja otthonában kezdenek, majd október 6-án a Vasashoz utaznak a cápák. Elképzelhető, hogy az első mérkőzés későbbre kerül, erről még egyeztetnek az érintettek. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a kisvárdai futballcsapat. Miriuta László együttese az NB1 nyitó fordulójában Grozav góljával 1-0-ra verte a Paksot. Nyert a nyitányon a Nyíregyháza Spartakusz is, az NB2-es Spari idegenben 2-0-ra győzött a Budaörs ellen. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 1969. augusztus 1-én nyilvánították másodjára is várossá Máté Szalkát, melynek 50. évfordulójára rendezett ünnepségen Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt 9 évben a felemelkedés korszakát éljük. Az emberek a maguk sorsának kovácsai lehettek, és mindenki előrébb léphetett egyel, miközben a közösség egyre erősebb és összetartóbb lett.
Elstartolt a 7. Tiszai Petkupa. A petkalózók augusztus 11-ig Tivadar és Záhony között közel 80 folyamkilométeres szakaszon gyűjtik a hulladékot. A május végi árhullám után rekordmennyiségű felhalmozódott hulladékra számítanak a szervezők. A cél körülbelül 10 tonna, főként műanyag szemét begyűjtése. A közel 500 embert megmozgató flotta 17 hajóval vágott neki a távnak. Új eszközökhöz jutott mind a 6 megyénkben működő önkormányzati tűzoltó parancsnokság. Egy belügyminisztériumi pályázat keretében a kötelezően előírt tűzoltó védőeszközökre és tűzoltó technikai eszközökre, valamint a készenlétben tartott gépjárműfecskendő vagy már meglévő technikai eszköz felújítására lehetett pályázni. Ezek a szervezetek ugyanazt a feladatot látják el, mint a hivatásos tűzoltóságok. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, augusztus 5-én hétfőn, friss hírekkel legközelebb kedden várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedden kevés fátyol és gomoly felhő várható, csapadék nem valószínű. A nyugati szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. A fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, kis eséllyel zápor, zivatar is előfordulhat. A délnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. Szerdán és csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, amelyből legnagyobb eséllyel az ország északi felén alakulhat ki zápor eső, zivatar. Tovább melegszik az idő, általában 30-35 fok között alakul a csúcsérték, de csütörtökön és pénteken egy gyenge hidegfront hatására átmenetileg pár fokkal hűvösebb lesz. Tőlünk alapvetően északra gyenge melegfront vonul el, csak súrolja az északi megyéket. Döntően előoldali időjárási helyzet lesz jellemző az országra, délnyugati áramlással egyre melegebb levegő áramlik fölénk. A fejfájás, fáradtság érzet mellett álmatlanság, míg másoknál fokozott ingerlékenység tapasztalható.